Sziasztok! Üdvözlünk titeket Szabadtok. A Jim Beam csatornáján. A mai napon egy különleges videóval készültünk nektek, ami nem más lesz, mint az amerikai hadsereg erőnléti felmérőjét fogjuk megcsinálni. És mit keresel itt? Ami nem áll másból, engem csak ide jutok. Ami nem áll másból, mint... 2 perc felülés, ki tud többet csinálni, mert ugye mindig minden videónak az a lényeg, hogy valami challenge legyen, tehát kihívtam Krisztiánt ugye erre, hogy ki lesz benne erősebb, tehát 2 perc fekvőtámasz, amiben alapvetően én leszek a jobb, ki bír többet nyomni, 2 perc ki tud több felülést csinálni, és 3 mérföldet fogunk lefutni, úgyhogy készülje. Úgy, mint Usain Bolt, úgy fogom futni. Én, mint Carl Lewis fénykorában csillagom, úgy fogok menni. Tudom, hogy te nem ismered, mert akkor még Krisztián, ilyen kicsi volt, mikor Carl Lewis futott. Krisztián, ha nem menj ki az utcára, mi menjél befele, úgyhogy meglátjuk, ki lesz a jobb, az öreg tapasztalat, vagy a fiatal. A nyugdíjas testépítő, vagy az aktív testépítő. Itt az első versenyszám. Krisztián fogja előadni 2 perc alatt, mennyi fekvőtámaszt fog tudni megcsinálni. Ő kezdi, mivel az elhalálási sorrendet az én még most is figyelembe véve, tehát ő fogja kezdeni, úgyhogy 2 perc alatt minél több. Sírna meglátna. Sírni fognak. Na szóljál, hogyha kezdhetjük. Hát várjál, nem olyan egy sírva. Jó, meg. Na, hadd menjen. 1, 2, 3, 4, 5. Mennyi még? 22, nyomja, 23, 24, 25, 26, 27. Nyolc, kilenc, 50. 1, 2, 3. Ez az, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Jó, megvan! Jézus Krisztus, apám! Hát egy kommandós vagy. Mondtam, hogy sírnak kézét is, zokogna. De azért... Azt mondanám, fiam, nem is kell semmit csinálni, gyere! Gyere anélkül! Kornél jön. Na tessék, ezt figyeld meg! Úgy bedúrantam el, mint tinédzser koromban. Azt mondom, én azt akartam mondani, hogy koromnál fogom melegíteni kell, egyszer beszóltak, hogy miért kéményseprő vagyok. Gyárhelyet! Kornél, kérlek, vedd fel a kezdő Remélem, hogy gyorsabbik optikát tetted bele, hogy fel tudsz venni, mert valószínűleg nagyon nehéz lesz követni ezzel a technikával. Várjál, nem tudok legugolni. Szerintem még egy 5-6 év kell minimum, hogy a tegnek odafejlődhessen, hogy tudják ezt felvenni. Ez 30, 31, 30, már lassul, 33, 34, 35, 36. Hat van! 3, 4, 5, 6. 9, 1, 2, 3, 4, és Kornél elpicsit. Ott, mint a szart. Mint a Mindig szart. Is jobb voltam, mint te, és jobb mint is leszek. Várja a futás, röcskös, várja. Az a baj, ah, genetikusan jobb vagyok, mint Krisztián. Várjuk ki a futást. Ah, baszki. Ah. Itt a második versenyszám, 2 perc alatt ki tud több felülést csinálni. Tanult kollégám fogja kezdeni, a kis puffancs Krisztián, Berecki Krisztián, úgyhogy Krisztián, rajta van a sor, mutasd meg, hogy ki a jobb ebbe. Perc. 22, 23, 24, 25, nehogy infarktus kapjál, 28, 29, 30. 63, 64, 65, 66, 60, Bruce is írna meg, látna, 67, gyerünk, 68! Hetvennyolc, hetvenkilenc, nyolcvan. Jó, még volt 2 másodpercod amúgy, úgyhogy még egy belefért volna. Annyira begörcsölt a sambaz. Na, mennyit csinálj? Mondj egy számot. 100-at kellene amúgy. Kálmán? Milyen Kálmán? Kellene 100. Ja, Kálmán. 30, érintse a fejátalajt. Az felül is, te bafasz. 35, 36, 37, 38, 39.
86, 90 mondjuk, 91, 92, 93, 94, 95, 96, lenyomja a százat. 100! Szerencsétlen te! Hetedikes koromban külön állóképessége volt. Hát a Cooper tesztem többet csináltam. Ha örökké élne, akkor sem van állóképessége, soha. Cooper tesztem többet. Hát alig bír felállni, hallom. Ezt nézd meg. Ittöm. Kornélra való tekintettel, mivel már nyugdíjas, változtattunk a szabályokon, tehát nem 3 mérföldet fogunk futni, hanem csak egyet? Azt nézzük, ne. 5 percig kibír tovább futni, kiút messzebb. Ó, ez se jobb. Meglátjuk. Na jó, revansot, most revansot veszek. Mindenért. Az gyere, egész, tíz, az egész 10 évvel mióta ismerlek. Gyere, Carl Lewis fénykorában nem futott így, mint én. Szerintem a térprotézisre be kell iratkoznak, ha ezzel végeztünk. Nem tudom, mennyit fognak ezért fizetni, baszki? Szart se. Ah, várjál, mert nem bírok menni, igen. Nem tudok tovább, nem... Kérdezt is fel. Menjél fel! Sima! Meg kell csinálni! Nézd meg, semmi bajom, ez az. Na, húbb. Nem tudom, miért mondják, hogy nem bírják a futást, amúgy szerintem tök jó volt. Nem? Tök még jó bírta. A testépítők nem tudnak futni. Jó, hogy egyikünk se az. Na, ezzel aztán befejezetlenül nyilvánítom a kihívást. Hátamon vittem az egész forgatást. Tehát most szó szerint elmondhatjuk, hogy Krisztián a hátán elvitt az egész produkciót. Úgyhogy kettő egy arányban legyen, hogy ő nyert, mert azért az okosabb enged. A szamár szenved, úgyhogy átadom neked a dicsőséget. Mostanában úgyse nagyon nyert semmit, úgyhogy legalább ebbe hadd vigyel már a dicsőséget. Jó? Te remélem tetszett nektek, remélem jelenkezünk még ilyennel, ugye? Igen, biztos, hogy nem. Tartsatok velük legközelebb, és ha még nem tettétek volna meg, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornája, kommenteljétek, osszátok, lájkoljátok, sziasztok! Szevasztok! Beszólj, nem bírok én ezt. A seggedet húzd be, baszki! Hát de nem bírom! Mit döltöd a seggedet amúgy? De hát innen kell lemenni! A f***mat! Innen kell felmenni! De nézd már, nem! De hogy is! Fordítva kell! Gyere, baszki! Ugyázz innen! Vigyázz, baszki!